hivatalos koncert benzenei nyitányát követően vehette kézbe az olvasóközönség az új könyvet. Vázlatok, történetek, egykori dokumentumok, új kutatási anyag is szerepel a most megjelent Torma János Talpra Magyar, a Történelmi Tabló Históriája című könyvben. A mű kapcsolódik a jelenleg is megtekinthető hasonló témájú kiállításhoz. Szakál Aurél a könyv szerkesztőjeként köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, egy pályázati forrás felhasználásával nyílt mindenre lehetőség, hogy erről a monumentális méretű festményről ilyen részletes háttéranyag megjelenhessen. A könyv szerzője Sümegi György és Kolarics Gábor művészettörténész. Sümegi György a mű elkészültének közel 4 évtizedét foglalja össze, míg Kolarics Gábor a Torma János halálát követő 1937-től 2022-ig tartó időszakot dolgozza fel. Ebből kiemelte azt az 1962-es budapesti tárlatot, ahová ez a kép is el lett szállítva. Ne felejtsük el, nem csak a Talpra Magyar volt itt, hanem további 40 tormakép volt kiállítva, és ez Ferenczi Károly 60 képe után a második legtöbb volt, aki kiállításon szerepelt a műveivel. Tehát Torma Ferenczi Károly után a második helyen szerepelt, 62-ben még. Tehát azt látom, hogy akkor még a helyén volt. Akkor még úgy kezelték, mint nagymánya egyik legjelentősebb alkotóját. Kolarics Gábor beszélt a hallgatóságnak azokról a folyamatokról is, melynek köszönhetően egyre többen megismerték, illetve megismerhetik Torma János munkásságát, történelmi tablóit és nagybányai képeit. Amit a múzeum tett itt évtizedek alatt, az az, hogy tulajdonképpen Magyarország teljes területén vannak olyan emberek, akiknél viszont helyére került Torma. Tehát ha hivatalosan nem is, de az emberek szeretik és tudják, hogy itt mi van Kiskolasson, tehát eljönnek Veszprémből, Bécsről, Debrecenből és Nagybányáról, és megveregetik a vállunkat azért, hogy ami itt létrejött, az alattunk lévő Nagybánya kiállítás kapcsán is, illetve a Torma Galéria bemutatója kapcsán is. Tehát ilyen szempontból én azt mondom, hogy méltó helyen van a kép, és méltó helyen van Torma a szívünkben.